Balogh Gyulával, Abátszalók polgármesterével a tavalyi évben átadott Szabadstrandon végbemenő további fejlesztésekről, a 2021-es év turisztikai szezonjának alakulásáról, valamint a nyári időszak lehetséges programjairól beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Gyulát, Abátszalók polgármesterét. Tavaly évben került átadásra az Abátszalóki Szabadstrand, ahol számos fejlesztés, beruházás történt meg, amely az idei évben is folytatódik. Melyek ezek, és mi került nemrégiben átadásra? Így igaz, komfortfokozat növelést hajtottunk végre ebben az évben. Új öltöző blokkokat alakítottunk még ki a meglévők mellé. Baba-mama szobát hoztunk létre, ahol a kedves anyukák tudják majd a gyermekeiket tisztába tenni esetleg, vagy táplálni. Két új vizes blokkot újítottunk föl, hiszen tapasztalható a vendégek számának a növekedése, és ez indukálja azt, hogy újabb vizes blokkokra van szükség, ezért újabb zuhanyzókat, mosdókat alakítottunk ki. Egy régebbit teljesen megújítottunk, és teljesen újakat is építettünk a mentett oldalon. A vízfelőli oldalon öltözőket építettünk, van akadálymentes öltözőnk, családi öltözőnk, férfinői öltözők kerültek kialakításra, új tájékoztató táblák, amelyek az irányokat mutatják, hogy mit merre találnak a kedves vendégek. A strandőrök új őrtoronyból figyelhetik a vendégeket, illetve a régit is felújítottuk, és gyakorlatilag két őrtoronyból fogják figyelni a nálunk fürdőzőket. Kerékpártárolókat létesítettünk, hiszen az előző évben is tapasztaltuk, hogy a Tiszató körül egyre jobban növekszik a kerékpáros turisták száma. Tavaly 70 ezer látogató volt, aki körbetekert a Tiszatavon. Bízunk benne, hogy az idén is lesznek legalább ennyien, vagy ezt meghaladóan, ezért rájuk is készülve újabb kerékpártárolókat építettünk, illetve elhelyezésre került egy bike safe oszlop, amely ingyenesen biztosítja a kedves vendégek részére a szerelést esetlegesen. Ez a belügyminisztérium programjából, bűnmegelőzési program kapcsán kaptuk ezt az oszlopot, Tiszafüred és Abátszalók, hiszen a Tiszató körül két gyakorlatilag ellentétes póluson, de hogyha a vendégek körbe tudnak kerékpározni, akkor legyen olyan hely, ahol térítésmentesen, vagy hogy kisebb javítások miatt szükséges, akkor egy ilyen oszlopot igénybe tudjanak venni. Milyen turisztikai szezonra számítanak idén? Készülünk, nekünk a tavalyi év is elég jól sikerült. Ez azon egyszerű okból, hogy nyilván járvány befolyásolta a turisztikát, de nálunk van a legnagyobb szabadvízi strand. Négyzetméterben is elég nagyok vagyunk, tehát itt a vendégek meg tudják tartani egymástól a másfél méteres távolságot. Nem kell, hogy beszoruljanak mondjuk egy olyan szűkebb térbe, vagy egy ilyen szűkebb medence területére. Úgyhogy bízunk benne, hogy ha jó az idő, akkor sok esetben minket fognak választani, hiszen magas színvonalú szolgáltatásokkal várjuk a kedves vendégeket. Rendezvények tekintetében az ide látogatók mire számíthatnak, illetőleg azon a területen valamiféle újítás várható-e? Igen, a Tiszatavi templomok útján pályázat kapcsán, amelyben több település vesz részt, Abátszalók egy színpadot fog kapni. Gyakorlatilag ez néhány hét elteltével valószínű, hogy megérkezik hozzánk, és akkor így a nagyobb rendezvényekre is tudunk helyet biztosítani, illetve akik jönnek hozzánk fellépők, nekik egy magas színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani. A programok tekintetében óvatosak vagyunk, nyilván be kell tartani a megfelelő szabályokat. Jelenleg a szabályozás az, hogy a természetes vízű fürdőhelyek kártya nélkül látogathatóak lesznek, négyzetméter korlátozás lesz ugyan. Rendezvények tekintetében azonban az aktuális szabályok lesznek érvényesek, tehát 500 főig nem szükséges kártya, 500 fő fölötti rendezvényeken, vagy zenés, táncos rendezvényeken azonban valószínűleg kártyával lehet védettségi igazolást, igazoló kártyával lehet majd bejönni. Úgyhogy ennek függvényében tervezzük a programokat. Lesznek azok a programok, amelyek fixen
beívódtak már a korábbi esztendőkbe, de a Tiszató átúszó verseny, ez most kibővül egy evezős versennyel, a Magyar Kanyakkenu Szövetség fog nekünk ebben segíteni, tehát egy magasabb színvonalú, nagy látogatottságú rendezvény fog megvalósulni. Nyilván helyszíne leszünk a Tiszató operaházának, a fesztiválnak, arra is készülünk. Lesznek még kisebb olyan rendezvények, amelyek gyermekeknek fognak szólni, tehát igyekszünk minden igényt kielégíteni majd a kedves vendégeknek. A strandfejlesztés további fázisaiban az elkövetkezendő években mi várható még? Szeretnénk még az idén, nagyon dolgozunk azon, hogy hármas funkciót tudjunk biztosítani a vendégeknek. Van ugyanis a tanúszodánk, az működik jelen pillanatban is, és nyári időszakban ez már a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen rossz időben is biztonságos helyen tudtak azok fürdőzni, úszni, sportolni, akik ezt igénybe szerették volna venni. Nyilván a szabadvízű strandot azt mindenki számára elérhetővé tesszük, és hogyha jó az idő, meleg a víz, akkor ezt lehet használni. Működött még korábban egy melegített vízű strandfürdő a Bátszalókon. Ezt már most két pályázat segítségével megújítottuk. Még kisebb munkálatok szükségesek az engedélyek megszerzéséhez, de bízunk benne, hogy az idei évben ezt is ki fogjuk tudni nyitni, és azoknak a fürdőzőknek, kisgyermekeseknek ez nagyon jó szolgálatot tett, akik hűvösölték a tónak a vizét, vagy éppen nem uszodai szintre akartak menni, hanem csak egyszerűen strandolni egy kicsit, azok nagyon kedvelték ezt a helyet, úgyhogy nagyon igyekszünk, hogy ezt is a rendelkezésre tudjuk bocsátani, úgyhogy így medencés, strand, úszoda és szabadvízű fürdő várhatja majd a vendégeket.